most keressem meg, hogy hol vannak árnyékok. Hát nyilván van a fülén, gondolom, nem? Tehát például itt. Ez lehet sokkal lazábban, tehát végülis ez a fül belülről teljesen árnyékban. Aha, tehát akkor ez beárnyékítás. Akkor ez a másik fül is ott belül teljesen árnyékban. Tehát akkor azt is így behúzom? Abszolút, tehát ilyen nagy foltokban. Akkor itt látom, hogy a szeme is... Igen, de nem menj ki a vonalon. A lovon nem menj ki. Ja, lovon kívül nem lehet menni. Jó. A lovon lév árnyékot. Ja, akkor mondjuk ezt rajzolom be, tehát így. Igen, szuper, töké. Ott akkor az már akkor sörénye lesz ott. Jó, kicsit lejjebb fog dobni a sörény. Úgy, itt ezt a fülét itt megigazítjuk. Akkor itt, ugye itt van egy árnyék. Azt látom, hogy van így a torok tájékon is, vagy hát ez nem árnyék, hanem ugye, hogy így fut a sörénye, akkor oda is kell rajzolnom? Hát igazából megfestheted, hogy igen, a sötét részeket. Megfestheted a sörényét is, igen. Mondjuk arra jobb egy ilyen ecsetnél. Már nagyobb felületekre ugye nagyobb ecset jár, mert sose lesz vége. Figyeljél jobban. Tehát azt kövesd, már nagyon jó, hogy az első mozdulataid pontosak legyenek. Tehát ne köbből, hogy te ott hullámzik, és akkor valahol lesz. Tehát, hogy itt is kell nézni kell, hogy akkor így pontosan jön a hullám. Így. De akkor viszont gondolom ezt azért végig, tehát így nem jöhet. Tehát nem muszáj neked akkor ott végig csinálni. Tehát lehet különben, hogy ott csak itt fut. Akkor itt van egy sötét, tehát nem kell neked rögtön ezt végighúzogatni. Akkor itt is ugye sötétben van az alsó árny. Így, és akkor mondjuk itt fut, menj meg. Figyeld a képet, segít. Húha, talán itt. Ott ugye az úgy fut, de nem baj, hogyha az ember itt így végig vezeti kezét, és akkor úgy azt szerint húzza le. Aha. De ez tényleg ilyen lazán, nem kell görcsön. Jó, és akkor a szemét az sötét is be. De most még nem rajzolom bele a szemgolyót, nem? Egyébként belerajzolhatod a magát, az iriszt. Azt abszolút. Így jön. És akkor magát az iriszt, ha belefested, az nem baj, hogy már most már éljen. Én lónézem vissza rád, mert az a későbbiekben is segít. Hát, de neki látom, hogy így valahogy ilyen. Na látod, figyeled. Csak egy pöttyöt, nem kell. Szuper, teljesen jó. Kicsit ott lehúzzuk, mert nem ember szeme van a lóna, hanem földgömb. Tudod, ilyen világszemű. Benne van az egész világ. A világ. Uh-huh. És akkor most ilyen nagyon lazúrosan, meg most kihagyjuk a... Csinálunk egy ilyet, hogy kihagyjuk a fehér részeket. Itt is itt van fehér, mondjuk. Mondjuk ez is fehér. Jó, itt az órán is egy fehér. És a többi rész, amit nem rajzoltam be, azt meg lazúrosan fest ki. Mármint sötét barnával? Nem, csak, most csak egy, nézd, csak ezzel, nézd, ezzel. Tehát ezt hagyom ki, és itt befestem? Igen, csak ilyen lazulosan. És próbáld keresni a lónak, ahogy fordul. Tehát egy kicsit érez plasztikusan a formát, hogy ott ugye van egy arc, úgy ott a homlokánál vannak azok a csontok. Tehát mindig érdemes tudni, hogy mit... Az ott mi? Nem a képet nézni, hanem már egy kicsit háromdimenzióban egy lovat érezni. Mint ha amikor simogatod, vagy pucolod, vagy fordul. Hú, ez nagyon... És nem kell ilyen nagy foltokat, tehát nem kell vonalakat. Egy odafolt, ne húzz végig. Akkor, ja, csak így. Aha, mert akkor, amit előzőleg oda tettél jót, azt lehúzod. De most ide kell húznom. Aha, de csak ilyen foltokat. Pak, pak.
úgy. Ugye itt, ha egyre jobban figyeled, akkor egy sok pici pötty van. Ide is kell még, szerintem egy kicsi. Jó van. Hát ez tökéletes. Kicsit még visszatesszük itt a sötétet részeken. Tehát, hogy ez a lazúr, ez olyasmi, mint a vízfesték, hogy gyorsan kell, lazán, és általában nem menj vissza már oda, ahol egyszer voltál, mert elmegy a... Ja. Kicsit megezi, javítgatjuk. Beforduljon itt. Azt is egy picit csak így behúzzuk. És akkor ezt most megvárod, hogy csontszárad legyen. És utána folytatod a festést. És mennyi időt kell ilyenkor várni, hogy száraz legyen? Hát holnap. Tehát ilyenkor mindig várni kell egy napot. Napot. Nincsenek már ilyen technikák, amivel lehet gyorsítani a szárítást? De ez a likvid is gyorsít, meg vannak szárítók. Abszolút. Ami pillanatok alatt felgyorsítja. Hát ez csodás. Úgyhogy írd alá, és neked is adom. Jaj, köszönöm szépen. Nagyon jó. Hát lehetne egyébként ezen még vészkedni. De ez így teljesen jó szerintem. Első képed. Írd alá. Ah. Hát a szemmel sikerült a legjobban, látod? Igen, hát hisz a ló szemében van az egész világa, hogy itt már többször hangsúlyoztuk. Akkor elmondhatjuk, hogy mindenki fessen nyugodtan otthon, ugye? És ha bárkinek kérdése van, nyugodtan kereshetnek. Jó.